Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. A Stabat Mater után ebben az esztendőben ismét egy Rossini mű szerepel a Muzika Sacra repertoárján, a Petite Messe Solennelle, azaz a kis ünnepi mise. Az Albarigia Szimfonikus Zenekart és az egyesített kórusokat Ács János vezényli, és az ő meghívására érkeznek a szólisták is Olaszországból négyen. Nézzünk meg egy beszélgetést ezekkel a kiváló énekesekkel. Évről évre elsőrangú művészek közreműködésével csendülnek fel az egyházzene remek művei a koronázó bazilika romjai fölé emelt színpadon, különleges zenei, egyben spirituális élményt nyújtva a hallgatóságnak. Az idei esztendőben kiváló olasz énekesek vendégfellépésével Rossini csodálatos egyházzenei alkotása, a Petite Messe Solennelle kis ünnepi mise hangzik el az egyesített kórusok és az Albarigia Szimfonikus Zenekar előadásában az olasz operazene világhírű szakértője János Ács vezényletével. János Ács és az olasz karmesterek egyöntetű véleménye, hogy Saratisba, a Verdi konzervatóriumban végzett énekes rövidesen elfoglalhatja a helyét a korszakos szopránok között. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Székesfehérváron. Nemrégiben volt alkalmam látni önt, hiszen nagy úr a világháró, és meg kell mondanom, hogy a Turandot után én lettem az ön rabszolgája. Egy olasznak, ha kvalitásos énekes, mindenképpen szeretnie kell Puccinit, Verdit. De hol foglal el helyet a lelkében, a szívében Rossini? Non ho fatto moltissimo repertorio rossiniano. Túl sok művet nem énekeltem Rossinitől, csak a Stabat Matert és a Petite Messét, amit most is előadunk, de nyugodtan mondhatom, hogy Rossini ugyanolyan helyet foglal el a szívemben, mint Verdi és Puccini. Ha un posto insieme a Verdi e Puccini. Egy igazi énekest élteti a kihívás. Ennek tükrében hogyan fogadta a felkérést a Muzika Sacrára? Nyugodtan mondhatom, hogy ez egy szép kihívás számomra, annak ellenére, hogy egy nagyon egyszerű zenének tűnik, mégis egy nagyon komplex, kifinomult alkotás Rossinitől. János Ács azt mondta nekem, hogy számára a kis ünnepi mise egy fantasztikus olyan egyházzenei darab, amelyet ajánlana mindenkinek. Ennek tükrében milyen lesz az ön miséje? Gondolta már erre? Hívő ember, úgyhogy egy nagyon boldog fellépést és egy nagyon szép estét várok ettől a találkozástól. Un significato reale per me. Luciano Ganciról, a kiváló tenorról János Ács úgy fogalmazott, hogy én már a világ közvetlen élvonalába tartozik, és akit a klasszikus zene magyar szerelmesei is megismerhettek magyarországi fellépésein. János Ács úgy fogalmazott, hogy ön már a világ közvetlen élvonalába tartozik, és ez nagy szó, hiszen ez egy nagy világ az önöké. Csendben teszem hozzá egyébként, hogy ez nem meglepő, hiszen egy ilyen keresztnévvel ez másképp nem lehet. Traviata, Bohém élet, Pillangó kisasszony, Toszka, meg annyi kihívás. Van kedvenc szerepe? Igazából nincs kedvenc szerepem, mintha azt kérdezni, hogy most melyik a kedvencünk, az atya vagy a fiú. Minden szerepben megtalálom azt, amit szeretni tudok benne, és megtalálom a számomra kedves dolgokat is. Non ho preferenze. Bejárta a világot, megismerhették a magyar klasszikus zenerajongók is itt Magyarországon, ennek szívből örülünk. Mi a döntő, amikor elfogad egy felkérés? Hogy történt például most? Három-négy alkalommal voltam már valóban Magyarországon, egyszer Miskolcon az Opera Fesztiválon, a Műpában pedig kétszer, amikor Verdi operáit adtuk elő, mondhatni hatalmas sikerrel. Ez alkalommal nagyon fontos szempont volt számomra Ács János meghívása, azon kívül pedig ezt a művet még sosem énekeltem zenekari változatban, és ez a csapat, akikkel együtt érkeztünk, szintén nagyon fontos tényező volt a felkérés elfogadásában. Nem lehet kétséges, hogy ez egy remek csapat, és valóban János folyamatosan azt plántálta belém, azt erősítette meg bennünk, hogy ez a rossz színű mű sokkal többet érdemel, mint ahogyan ma bánnak vele. Una bella squadra.
Nem lehet kétséges, hogy ez egy remek csapat, és valóban János Ács folyamatosan azt plántálta, azt erősítette meg bennünk, hogy ez a rossz színű mű sokkal többet érdemel, ahogy ma bánnak vele, úgy általában. Egyébként Rossini számára ez egy lubickolás volt, ez nyilván köztudomású. Önnek mit jelent ez az egyházzenei mű? Questo non lo so, però per me in generale la musica sacra, io sono nato nella musica sacra, fatto i più grandi. Beleszülettem az egyházzenébe, gyermekkoromtól kezdve ezeket a reneszánsz műveket játszottam. Ez a Rossini mű egy nagyon érdekes időszakban készült, pont akkor, amikor az egyházzene és a színházi zene kezdett különválni. Különleges eszközökkel dolgozik Rossini a műben, és a szöveg szinte színházi elemeket is tartalmaz. Rossini mester olyan művet komponált, ami kihívás nézőnek, zenésznek, énekesnek egyaránt, és amely lehetőséget ad az elmélyülésre. Jánossal azért dolgozunk, hogy ezt megmutassuk Fehérváron is. Chiara Tirotta, az olasz operaénekesek kimeríthetetlen tárházának új csillaga, a mezzoszoprán a sevillai Borbély Rosinájának szerepében már bemutatkozott a milánói Scalában is. Nagyon sokan vagyunk, akik a sevillai Borbély Rosinájának hódolói, és aki ezt Milánóban a Scalában énekli, én azt hiszem, hogy minden hódolatot megérdemel. Mit jelent egy énekesnek Milánó? Cantare alla Scala di Milano è un privilegio per tutti noi. Ez egy nagy privilégium minden énekes számára, ahol a legnagyobbak énekeltek az idők során. Komoly tapasztalatot szereztem, szinte úgy éreztem magam a Scalában, mintha otthon énekeltem volna. Annyira közvetlen volt az egész hangulata. Per me è stato come sentirmi a casa. Ho cantato come se fossi a casa. È stato bello. Amikor János felhívta önt, mi volt az első gondolata? È stata una bella sorpresa. È un'opera che amo molto. Meglepődtem nagyon, de borzasztóan örültem, mivel ő is egy hívő ember, és köszönöm a lehetőséget, hogy meg tudom mutatni a közönségnek, ami a lelkemben van. Spero arrivi in maniera giusta al pubblico come la sento io dentro. Napestig sorolhatnánk a kiválóbbnál kiválóbb olasz zeneszerzőket. Milyen kötődése van Rossinihez? Per me Rossini personalmente è la... Rossini az Rossini, nem is nagyon tudnék mást mondani. Rengeteg Rossini művet énekeltem. Nyugodtan mondhatom, hogy Rossini és Mozart művei teszik ki az életemet. Nagyrészt ezektől a szerzőktől énekelek. Lehet az akár komika, opera. È Rossini, non si può dire altro. Vieni mio bello. Filippo Polinelli, a tortonai srác elindult, hogy elérje a tengert. Piemontból a Globusig jutott. A 34 éves bariton, kicsivel a krisztusi kor után már bejárta a világot, olyan maximalista zsenik társaságában, mint Zubin Mehta, vagy a Székesfehérváron is szeretett és tisztelt Donato Rencetti. Most pedig János Ács meghívására érkezett Fehérvárra. Egy tortonai srác elindul, hogy elérje a tengert, aztán Piemontból a csúcsig jutott. Gondolta volna? Sicuramente no. Sicuramente no, era incredibile e... Őszintén szóval nem tudtam volna elgondolni. 20 éves koromig egyáltalán nem foglalkoztam zenével, nem énekeltem. El sem tudtam volna képzelni magam gyermekkoromban énekesként. Studiare musica quando avevo già 20 anni. Aztán kicsivel a krisztusi kor után immáron bejárta a világot Zubin Mehtával, az általunk itt Fehérváron is szeretett és tisztelt Donato Rencettivel együtt. Most pedig itt van János Áccsal. Kerek a világ. Mindig remélek, mindig álmodozom, de azt hiszem, hogy nagyon szerencsés vagyok, és bízom a szerencsében, hogy így lesz ezúttal is. Én persze azt gondolom, hogy ez a jóval a szerencsén túli történet az öné.
Viszont beszéljünk egy kicsit a Rossini kis ünnepi miséről. Mit gondol, elhagyhatjuk belőle végre már a kis jelzőt? Decisamente. La petite messe solennelle. A címet nem tudjuk megváltoztatni, de határozottan kimondhatjuk, hogy nem kismiséről van szó, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ez az eredeti verzióra vonatkozott, amely egy egészen más hangszerelés. De ettől függetlenül a mise egy monumentális mise mindenféle a tekintetben. Rossinit is az első hangszerelés hatalmas sikere ösztönözte arra, hogy aztán ebből egy hangszeres változatot készítsen. Számomra egyértelmű, és a klasszikus zene kedvelői is bizonyára egyetértenek velem abban, hogy ez a mű a zenekarnak és a kórusoknak is különleges lehetőséget biztosít arra, hogy elmélyüljenek egy hitteli világban, ahol felemelt fejjel erősíthetik meg összetartozásukat. Accontentarsi dell'accompagnamento originale con pianoforte armonium, ma doveva diventare grande messa solennelle, anche se il titolo non è cambiato. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!